Kellemes délután kívánunk mindenkinek, meg is érkeztünk a rövid szünetről. Vissza is tértünk akkor a következő meccsünkkel, ami ugye az első BO3-as szériánkban a második mérkőzés. A Majmok csapata fog összecsapni a Splice-szal ismét. Lehetséges, hogy ez az utolsó meccsünk a Unicorns of Love mérkőzése előtt, de korán sem biztos. Szerinted, Zimi, a Majmok felállnak még most? A székből biztos a mérkőzés végén. Amúgy nem vagyok benne biztos, hogy magában a játékban is. Vagy a játék alatt. Azt mondod, hogy nem. Én örülnék neki, hogy nem lenne egy öngyilkos gyárban a csapatban például. Vagy egy működő... Vagy lenne egy működő nem Kha'Zix jungle-os. Igazából... Vagy egy működő csapat, aki úgy nem csak úgy van együtt, hogy ha elmennek mekibe, akkor tök jól érzik magukat, aha, hanem a játékban is úgy együtt mozognak, együtt játszanak, mennek objektívekre, ami mondjuk nem a saját tornyuk, és nem védik. Szóval, hogy így van bőven mi javítaniuk, mert az első mérkőzés meg úgy unblock az eddigi mutatványaik nem voltak az igaziak. Hiába hoznak jó hősöket, ha nem tudják kihasználni csapat szinten, meg úgy alapból az ösvényfázisban az előnyöket, és a hátrányokat nem tudják csökkenteni. Tényleg Mysterious Monkey csapata az előző mérkőzésen nem mutatott túl meg magabiztos teljesítményt, és szerintem kedvesen fogalmaztam. Viszont úgy gondolom, hogy a kompozíciókban volt fantázia. Talán egyrészt én a trash játékra mondanám azt, hogy az nem hozta azt, amit kellett volna, illetve a Kha'Zix-ot tudom én is kiemelni, hogy inkább valami más kompozíciót kellene felépíteni, mert a Twitch-et meg tudják védeni. Mert hogyha az a lövész, aki úgy meg volt szaladva, mint ugyebár ezt tette Yuki, meg van védve rendesen, akkor simán lehozhattak volna egy csapatharcot, hiszen pénteken bemutatta nekünk például számunk, hogy mire képes ez a hős. Igen, vagy lehet annyi elég lett volna egyébként, hogyha Jarvan nem öngyilkos akciókat hajt folyamatosan végre, ezzel a csapatharcot is árontva. Ettől független viszont itt vagyunk a választási és tiltási fázisban. Ismét egy Zac, ismét egy Alice tiltás az egyik oldalon, míg a másik oldalon szintén hasonló kezdéssel ugye egy Rakan, illetve egy Ivern van kivágva. Eddig az előző mérkőzés előtti tiltásokat láthatjuk nagyjából. Kíváncsi vagyok, hogy úgy folytatják-e, hogy Kennen. Aha. Alakul. Gálió függetlenül még benn van. Kérdés, hogy elhozza esetleg a Mysterious Monkeys, azok után látták, hogy egy működőképes hős. Figyelj, szerintem... Igen, Dreams. Dreams, nem tanultál az előző mérkőzésből? Oké, voltak nagyon pekhes halálos ítéletei, amikor tényleg egy növény épp beugrott elé, berepült elé, vagy nem tudom a növények mit csinálnak, bekúszott. De igen, Gálió. Gálió inkább, viszont korán sem biztos, hogy a felső ösvényre. Igen, láthattuk már egyébként a felső ösvényen, középső ösvényen, vagy korábban láthattuk egyébként támogatóként is már. Aha. Míg a másik oldalon, ha Márti nem hozzátok el a trash-t, akkor majd mi elhozzuk, mondja ezt eddig a Splice. Kérdés, hogy ugye végleges választásnak itt marad-e nekünk, avagy sem. Ha jól működik, talán kicsit jobban találnak a húzások, mint az előző mérkőzésen a másik oldalon, akkor egy nagyon magabiztos alsó ösvényről lehet beszélni a Splice oldaláról. Kíváncsi vagyok, hogy következő választásként akár egy lövésszel, vagy inkább mondjuk egy felső ösvényessel mennek-e tovább? Szerintem mindenféleképpen dzsungelest kell választani mind a két oldalról ebben a körben. Ugyanis annyi tiltás érkezett a dzsungelbe, így is van. Nem véletlenül, hogy Thresh-nek a Lee Sin érkezik, az előző mérkőzésen nagyon magabiztos volt, sőt, talán megmenném kockáztatni, hogy a Splice-ból a legmagabiztosabb. A Kha'Zix választást kegyetlenül kiveséztétek az előző meccsen, úgyhogy nem ejtenék róla szót. Maximum annyit, hogy remélem, hogy Lemabernek most jobb lapot oszt az élet, mint ami az előző mérkőzésen történt. Kompozíció ügyileg nem sokat tudunk róla, de még mindig úgy gondolom, hogy beleillen ebbe a csapatba egy jó kis Orianna. Eddig még megvan rá az esély. Ugye érkezett egy Twitch lövész választás, ami Yukinek az előző mérkőzésen is hát bevált, amennyire ugye be tudott válni, úgyhogy alapból nagyjából folyamatosan már vesztesként kellett elkezdeni a csapatharcokat. Annak köszönhetően egy Yisu bevágódott a harcba, meghalt, és utána folytatódott maga a csapatharc, de a másik oldalon érkezik az a Fiora felső ösvény. Jó válasz lehet egyébként a Gálióra, hogy a felső ösvénye érkezik a Gálió, de bárki más is egyébként könnyedén fel tud falni, hogyha jól tud kezdeni. Wunder. Veszélyesek ezek a Fiórák manapság, nagyon nehéz őket elkalapálni, és hát szerintem mindenféleképpen olyan karakterre van szüksége a Mysterious Monkeysnek, akinek nem kell belemászni Fiora arcába ahhoz, hogy le tudja őt szedni. Gondolok például egy jó kis Gnarra, azzal le lehetne szedni a Fiora, de talán még egy Kleddel is megfogható, véleményem szerint, vagy legalábbis nehezebb meghalni ellen. Gálió nem a legopcionálisabb egy Fiora ellen, határozottan nehéz dolga lesz.
Jisoo-nak, ha oda érkezik, viszont talán Gáliot beküldeni a középső ösvényre így ennyire vakon rizikós húzás, Cassiopeia tiltás közben. De előző mérkőzésen egyébként ugye működött ez a vakon beküldés dolog, viszont így közben próbálják ostorozni a középső ösvényt, mindkét oldalról érkeznek a középső ösvényes tiltások. Splice a második körben kivágott egy Jace-t, kivágott egy Syndra-t, míg várunk a Mysterious Monkeys utolsó tiltására. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire próbálnak esetleg jobban ostorozni továbbra is egy középső ösvényest. Bár lehet akár még egy lövészre is, akár Caitlyn. Egy Caitlyn ráfekszenek, hiszen ez is ugye tiltva volt az előző körben. Nem szeretik mostanában behagyni egyébként Caitlynt, hiába a hurikán már nem az igazi rajta, még bőven vannak benne veszélyek. És még mindig egy magabiztos lövészről beszéltünk az alsó ösvénynél, hogyha megnézzük. Igen, 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 egy túlvilági alsó ösvény, igen! Kobi és Miki túlvilági alsó ösvény, Kalista és Thresh az idézők szurdokában. Nagyon-nagyon szeretem ezt a kombinációt, és szerintem Twitchre ez egy tökéletes válasz lehet, hiszen a túlvilági hívással behajítod előre Thresh-t, feldobja, utána nyúzás, halálos ítélet, doboz, és akkor menj meg Twitch-et. Mit hozol rá? Megmondom, mit hozol. Tamkencset. Az talán az egyetlen, de vagy Braum. Vagy egy Braum. Igen, na ez nem jutott eszembe. A Braum egy tökéletes válasz lehet erre a kombinációra szintén, hiszen ugye a pajzsal, illetve a kábításaival, valamint Gletsche szakadékával meg tudja védeni azt a kis patkányt. Viszont ebben még mindig a középső ösvényes választásra várunk, szerintem. Igen, és a jelenlegi metában egyébként nagyon jól tud működni az a Braum támogató. Láthattuk már korábbi mérkőzéseken is, hogy elég nagy fájdalmat tud okozni a Gletscher szakadékkal, aha, akár csapatharcoknál, akár egy ösvényen való rajtaütésnél, és ha érkezni fog ugye Thresh-i mondjuk az alsó ösvényre, és igen, akkor meg tudja akadályozni, és itt van a hűn áhított Oriannát. Na ez az egy olyan kompozíció, ami működőképes. Ho-ho. Mondjuk az Aurelion szóval egy kicsit megboríthatja ezt a hirtelen elszólásomat. Tália meg aztán abszolút. Senkexnek a táliája érdekes lesz, kíváncsian várom, hogy mit mutat nekünk vele. Gyerünk Aurelion. Go! Mégsem lesz annyira érdekes, megmarad a kíváncsiság a fejemben. Na, ebben a helyzetben a felső ösvény egyértelműen a Splice oldalára dől, szerintem. Legalábbis a játék korai szakaszában, ami Galio nem elég tankos mindenféleképpen. Később pedig Fiora 1v1-ben, hát elég nehéz lesz őt megölni, Lemavernak gyorsan és sokat kell segítenie. Talán egy korai ösvénycserével lehetne megoldani a Mysterious Monkeys problémáit. De a csapat kompozíciójuk tetszik. Van bőven kezdeményezés lehetőség, meg lehet védeni Twitch-et, mind Braummal, mind pedig Oriannával, ugye pajzsal, illetve pajzsal. A Kha'Zix nem a legeffektívebb dzsungeles önmagában, de nagyon effektív, hogyha a társai vele mozdulnak. Gondolok, ugye például régebben volt a Shen Kha'Zix kompozíció, a Shen, illetve a Kha'Zix Orianna ugyanolyan jól működhet, ugye beugrik, jó kis vonzás hullám, aztán pajzs vissza Twitchre, jöhet a sebzés, mindenki meneküljön, amerre lát, és fel lehet robbantani szinte az egész csapatot pillanatok alatt. Igen, és egyébként ez az Aurelion szól, akkor lesz igazán érdekes, hogyha a régebben már látott, hogy viharos lendülettel érkezik, aha, amivel tudják pótolni azt a hiányosságot, amivel ugye Aurelion szól rendelkezik, hiszen mégiscsak arról beszélünk, hogy kicsit lassabban tud haladni, akár ösvény tekintetben, akár más irányokban, viszont hogyha elindul az alsó ösvény felé egy legendás üstökösként, akkor elég nagy fájdalmat fog okozni, akár egy 4 emberes érkezés a Splice oldalán. Hát igen, egy üstökös már a dinoszauruszokkal is végzett, gondolod, de mit csinál majd a patkányokkal. Bár elvileg csak ők élnének túl ilyen szintű robbanás, szerintem nem? A csótányok, csótányok is. Én tényleg? Ugye itt van a Kha'Zix, úgyhogy ő is. Aha, de ő tücsök, nem? Nem. Most egy csótány is lehet az előző mérkőzés után. Aha, hát érdekes állatfajból származik, hogy egyszerre tücsök és csótány. Akkor mondjuk bogárnak, és akkor az mindkettőre jó. Jó, bogárak azok szívósak egyébként, ők szívós állatok. És képzeld el, hogy még ettől az üstököstől viszont ugye Yuki-nek a Twitch-et védelmezi egy jó izmos férfiú, Braum. Nem lesz egyszerű dolga a Splice-nek a jelenlegi helyzetben, úgy gondolom. Az ő kompozíciójuk abszolút működőképes, viszont igényes kompozíció. Tehát arra gondolok, hogy Thresh-nek a Lee Sin-je nagyon magabiztos volt, nem hiszem, hogy félteni kell, de ha megfogják a játék korai szakaszában és nem úgy tud haladni, akkor gondjai lehetnek, csak meglepődnék, ha Lamaber mondjuk ezt a Kha'Zix-szak meg tudja oldani. Igazából ez a játék szerintem kiegyensúlyozottabbnak kéne lennie, amire nagyon kell figyelnie a majom csapatnak, hogy nem etethetik meg Wundert. Igen, mert az előző mérkőzésen egyébként látszott, hogy Wunder magán az ősvényen való harcokban is jól tudott teljesíteni. Hiába volt az, hogy mondjuk érkezett két játékos ellene, ő gond nélkül tudott egyébként fordítani, hiába volt az, hogy akár jobban kezdte meg az összecsapásokat a Jisoo.
valahogy nem volt az igazi egyébként. Szóval vagy kifogyott a manájából, vagy kifogyott a sebzéséből, vagy mindkettőből, vagy épp csak, hogy Trashy érkezett válaszként, de jobban tudott kijönni a Splice egyébként. És Aurélián Szolnál ott van az a viharos lendület, amire számítottam. Az jó lesz. Rohangálhat össze-vissza, mm-hmm. csak akkor emlékszem, hogy Huhi volt az, aki nagyon szerette ezt a kis kombinációt. Itt pedig ugye láthatjuk, ahogy a Splice megkezdi a játékot Haver Söderhátnál, segít Wunder társának. Így úgy tűnik, hogy szeretnék Trashit gyors előrehaladásra bíztatni, mindenféleképpen jó taktika. Ugye Mysterious Monkeysnak egyelőre nem sikerült túl fényesre az idénye, több ugye vereségekkel büszkélkedhetnek szinte csak. Koszkiu pedig kap egy kisebb adag sebzést. De mindenféleképpen legalább egy pontot egy-egyre le kéne hozniuk arra, hogy ez megoldható legyen, és ne veszítsenek több pontot. A Splice pedig ugye a Vitality ellen bizonyított, hogy mennyire magabiztosan tudnak játszani. Ott pedig egy kék lopás történik, ha jól látom. Na, nem a Bear, nem pont csak azt látta, hogy Trashy leszedi az ő kék gólem erősítését. Igen, jól kezdi egyelőre Trashy a játékot. Hiába van ugye kevesebb farmja, az, hogy el tudod lopni egy erősítést, az már alapból egy jó előny neki, hiszen Lamabert is egy kicsit tudta hátráltatni vele, ugye szintben való haladás van már egy kicsit. És azt, hogy elhasználta most Miki a toboszt, jó lehetőség számára. Ott a halálos ítélet, ami eddig nem talált, a nyúzás se rossz, de Dreams felemeli azt a kandallót és pajzsot mutat vele. Remek játék mindenféleképpen. Igen, ameddig egyébként farmok terén nagyon jól tud haladni mindkét csapat. Látszik a felső ösvény, Jisoo egy kicsit vissza van szorítva, de nem szabad elfelejteni, hogy a forgószele nagyon jó ösvénytakarítás, illetve a passzíve is nagyon-nagyon jól tud neki segíteni benne. Úgyhogy ha például fogyasztani akarná az ösvényét, akkor elég nehéz lenne számára már alapból a passzív miatt ezt megtenni. Úgyhogy valamennyire dominálnia kéne valahogy az ösvényét, ami egy Fiora ellen azért elég nehéz, főleg úgy, hogy Jisoo-nak már két töltetet el kell használni ez italából, míg a másik oldalt azért még ott van leterőital, és nem is igazán rosszul cserélt eddig Wunder. Egyelőre Trashynek nem sok lehetősége van az érkezésekre az ösvényeken. Talán a középső lenne az egyetlen, ahol azt mondanám, hogy jó rajtaütéssel kivitelezhető egy villanás vagy gyorsítás kiszerése Oriannából. De ugye ne felejtsük el, hogy a Splice oldaláról is bőven van rálátás, hiszen ugye Kobinak a kis felfedezői azok megmutatnak mindent, amit szeretnél. Igen, Kobinak a kis kalandor szellemei ugye meg tudják mutatni, hogyha esetleg érkezne Lamaber, illetve vannak ugye az őrszemek is, közben a húzás talál, de hát torony alatt ebből hatalmas csata nem alakulhat ki egyelőre. Érdekes ugye, hogy két romlási tala van jelenleg a játékban, az egyik ugye most már nincsen semennyi töltés, mert Jisoo bünteti eddig Wunder a felső ösvényen, a másik az viszont a középső ösvényen van Senkaksnál, akinél ott van egy fekete pecsét is, itt ott van nála a cipő pont azért, hogy a mozgási sebesség hátrányát tudja csökkenteni. Szép szemben. Érdekes lesz a mérkőzés, pont azon gondolkodtam egyébként, láttuk az előző mérkőzésen, hogy mutatták, hogy a Mysterious Monkeys eddig körülbelül Dreams mindig elhozta Trashyt, és akkor általában jól is szerepelt nagyjából. Viszont ugye ez a csapatról nem mondható el, hiszen mindig vereséget szenvedtek eddig. Most viszont nincs velük Trash, tehát akkor a statisztikának elvileg borulnia kéne, nem? Igen, ez olyan, mint a tegnapi, hogy az egyik csapat eddig a vörös oldalon folyamatosan veszítette, kéken meg folyton nyert. Aha. Ott viszont ugye mindketten tudtak nagyon jól boldogulni. Szóval eddig folyamatosan eszi eddig Yuki a lángyákat, ami neki nagyon-nagyon nem jó a cserélésekben, hiszen vissza van szorítva. Ez mondjuk ugye farm tekintetben nem igazán látszik meg, és elég jó a harc a felsősőnyön. Jisoo úgy döntött, hogy meghúzza a ravaszt, és valahogy visszaérkezik teleporttal egy kis farmhoz jutva, hiszen Wunder bőven farmelőnnyel tud rendelkezni. Így viszont, mivel ez a csere nem volt rossz, vissza kell vonulni a Wundernek, akinek erre valószínűleg teleporttal kell visszaérkezni, így is van, meg is teszi ezt. Magyarul az rajtaütés lehetősége a felsősményes teleportokkal a nullára redukálódott a következő 3 percben. Igen, és jól tudta megjátszani egyébként Wunder, hogy rögtön kicsúszson abból a felbőszítésből. Jisoo-nak jó volt a várakozása. Viszont nézd meg Wundernek egyébként már most, hogy milyen sebzése van, folyamatosan tudja robbantani a jelzőket Jisoo-n. Nehéz ez az ösvény. Hiába vagy Gálió, hiába vagy jelenleg a meta egyik égköve, hogyha a másik égkő ott van ellened a felső ösvényen, és tud téged kellőképpen büntetni.
Ho-ho. Ez érkezik, és azonnal villan Koskyu. Kellett is, jött ugye az univerzummal Senkax. Koskyunak viszont nincsen manája, így lehet, hogy bátor lenne itt maradni villanás nélkül, hiszen Thresia közelben ólálkodik. Viszont ugye egyelőre egy kis farmot még kellett szereznie. Igen, és egyébként ez az a kombináció, amit mutatott nekünk Senkax, ez pont az a kombináció, amivel egyébként az alsó ösvényre is tud majd akár érkezni, vagy a felső ösvényre. És ugye ő már 6-os szintű, pont úgy egyébként, mint Koskyu. Szóval ezt nem szabad elfelejteni, hogy a fény hangjával nagyon jól tudja esetleg a rá vetődő lámabíreket elpusztítani. Hál a fény hangja. Igen, de hogyha az a lámabír nem rá vetődik, hanem elugrik a fény hangja elől, akkor nehezebb elpusztítani azt a kis hát legalább, ha ott maradt volna, akkor visszablökte volna. Így is elérte a célját vele. A helyzetet kellett változtatni. Jogos. Ugye gyakorta látjuk a profiknál, hogy a végső képességet még elhasználják, miatt hazamennek. Hiszen ugye valószínűleg nem keverednek olyan csereberébe, amik lesz szükségük lesz a következő pár percben. Miki pedig szétnéz a dzsungelbe, egy kis őrszemjáték, aztán megnézi a sutyit, és visszatér az alsó ösvényre. Igen, és Yukinek egyébként egészen sok minionja van jelenleg fel csoportosul az alsó ösvényen. Ami egyébként igazából számára csak annyiból jobb, hogy kicsit előré van tolva az ösvény, de ettől függetlenül ki van szorítva nagyjából a farmból. Ez a kicsi lemaradás még mindig ott van, talán egy kicsit még azért a nőt is, viszont nem kell elfelejteni azt, hogy ha meg lesz a leteszított király kardja, akkor igazából egy bestiává tud átváltozni. Ez egyelőre csak inkább lopakodó patkány az alsó ösvényen. De ha Kalista haladjon egy jól a saját tárgyával, akkor ő is egy igazi bestiával nőheti ki magát. Ott van már a támadási sebességet garantáló cipő nála, ami egy Kalisztánál nagyon jó, hiszen folyamatosan ugrál. Nagyon nehéz lesz egyébként elkapni, hogyha jól tudja használni a képességeit. Ez egyébként így van, viszont a másik oldalról ez nem annyira elmondható. Például ugye Kobinek a kezdeményezésével Mikit konkrétan be lehet hajtani, nagyon szép a halálos ítélet, viszont ott a harapós vagy Mikin. Kobi osztja a sebzést, ám védi testével és pajzsával Yukit, Dreams. Így viszont egy pár miniontal elesett Yuki, hiszen össze-vissza kell figyelni arra, hogy hova ugra le, és erre is, hogy a halálos ítélet ne találja őt telibe, viszont eléggé visszalépett torony alá, hogy Miki ne merjen beugrani, nyúzni őt. Igen, miközben a tágoló univerzummal Senkax próbálja jól visszablökni Koskyut, aki ugyan le van maradva farmban, egyelőre csak 9-el, viszont minél előbb ki tudja szorítani, és minél jobban sikerül ez a kiszorítás az esményről, annál nagyobb előnye tehet szert, és azok után, hogy kap egy kék erősítést, így nagyon jól tud majd helytállni a saját ösvényén, és várom már tényleg azokat a pillanatokat, amikor elindul bóklászni ez a kis galaxis sárkány. Próbálkozik egyébként, de nem nagyon van a lehetősége. A felső ösvényen torony alá menni Jisooért, valószínűleg meg lenne a gyilkosság, de Wunder vagy Senkax belehalna, meg nincs rá szükség, nézd meg a farm különbséget, konkrétan 20-szal vezet Wunder. Oké, hogy most betolódik torony alá az ösvény, és akkor Jisoo farmolhat egy keveset, de ez nagyjából az, amit vártunk. A csapatharc lesz érdekes, ott Wunder játéken nagyon sok múlik, hogy ő mit és hogyan tud beérkezni, mert Jisoo, hogyha Wunder ezt ugye, ezt a visszavágást nem jól használja ki, akkor Jisoo lehet, hogy hasznosabb lesz egy csapatharcban. Igen, a hősies belépő az már egyébként jó alapja ennek, hogy hatékonyabb lehessen a csapatharcokban. A kérdés ugye a Wundernek a végső képessége mennyire jól fog tudni működni. Ez a mennyezés, vonzás hullám, azon lekepkedni a Thresh-t, az első gyilkosság a Mysterious Monkeys-t illeti méghozzá Kha'Zix-ot. Igen, vonzás hullámon megtámogatva egyébként jobban tudta kihasználni a saját sebzését is. Viszont Wunder igazából érkezik arra, hogy őrszemet helyezzen le. És egy pillanatra gondolkozol, hogy kiüssem inkább vagy. Körülnézek a saját jungle területemben. De lámabír még mindig itt van, jaj, és találkozni fognak. Tudják, hogy merre mozog Fióra. A végső képesség azonnal kijön. Nem ember kicsit túlvelelje magát, de ahogy is a hősies belépő időben, aztán föl, aztán a temetőben. Nem, Wunder villan, aztán kihozzák onnan. Senkax befejezi lámabert, Wunder viszont túlélte. Remek játék a Splice-tól és Wundertől. Ilyen, amikor a fény hangja jól tud egyébként működni. Szerintem a Mysterious Man kis csapata ki akar lépni erre a felső ösvényre. Próbálkoznának valahogy, hogy hát, ha most nekik sikerül előbb egyébként elvinni az első tornyot. Viszont érkezik azonnal a Splice alsó ösvénye azért, hogy bebiztosíthassa, hogy ne sikerüljön elvinni minél hamarabb a felső ösvény tornyát. Egyelőre mondhatjuk azt, hogy kicsit kiegyensúlyozottabban játszanak a csapatok.
Viszont a Splice-nál ugye már most ott van egy kicsi aranyelőny, ez egy ezres jelenleg, viszont ha úgy haladna, mint az előző mérkőzés során, akkor szépen lassan tudják majd növelni, és a végén egy elég jelentős mennyiségű aranyra tesznek majd szert. Mi nagyon sok lemaradást fog jelenteni Mysterious Monkeys-nak, legalább akkorát, ami akár egy tárgyat, vagy akár másfél tárgyat is jelenthet. Itt pedig ugye megtörtént az ösvénycsere végül. Az alsó ösvényen érkezett mind a két felső ösvényes. Ez egy kicsit érdekes, azt hittem, hogy az első torony döntés után lépik meg a csapatot. Viszont remek reakció, Wunder viszont előre lép, és jön Lamaver, a sebzés nem rossz, a felbüszítés viszont tényleg jó. A visszavágás nem talál el konkrétan semmit és senkit. Nem jó irányba futsz, Wunder, babám, az ott lehet, hogy a halálod lesz. Lamavernek az ugrással kérdéses, hogy időben jön-e vissza, vagy eléri-e a tobozt. Nézzük, hogy mi a... És nem! Pont a toboz előtt kapja telibe Wundert. És utána ki is használja ezt a tobozt, miközben a Splice pont a felső ösvényt veszi Gorcsó alá, és az első toronyért járó bónusz arany szintén az ő markukban van, miközben ugye Lamabir próbálja egyelőre egyedül elhozni ezt a sárkányt, amire egyébként jó esélye van, hiszen a válasz nem fog érkezni, hiszen mindenki nagyjából a felső ösvény, illetve a középső ösvény környékén van a Splice oldaláról, de érkezik a teleport, hogy legalább Jisoo-t visszább lehessen lögdösni. Igen, oh, csak Wunder a halálába teleportált, hiszen Lemaver és Koszkő is itt van. Fióra vagy, ide vagy, oda, ezt nem fogod túlélni, ez biztos. Szevasz Wunder, Wundert nagyon-nagyon büntetik, és ez egy remek taktika Mysterious Monkeys-től. A kérdés az, hogy megírje, hiszen buktak ezen egy első tornyot és egy szurdok hírnökét. Oké, hogy valószínűleg ledőlhet az alsó ösvényes torony, és elhozták Wundernek a skalpját, de ez a hírnök a középső ösvényes toronyra fog fordulni. Igen, és egyelőre csak Dreams az, aki ott van és próbálja védeni. Egészen közelről fut neki egyébként most a hírnek, viszont a sebzés ettől függetlenül nagy. És próbál érkezni a Mysterious Monkeys. Szép halálos ítéletre, Shea elvillantatja Koskiu, Dreams közben elolvad hátul, a fény hangjával Senkax fejezi be. Közben tankolják a torony sebzést hátul, próbálják Yukit leosztani. A torony meglett, a hírnök egy tornyot hozott el, ez nem rossz. Ha neki tud futni még egyszer, akkor viszont kifejezetten jó hírnök hívás. Igen, próbált válaszolni a Mysterious Monkeys csapata erre a kezdeményezésre, de nem volt elég egyelőre. Nem látjuk úgy, hogy igazán jól tudott volna nekik működni. Megint ugyanaz van, mint az előző mérkőzésen, hogy érkezik a válasz, érkezik tőlük akár egy kezdeményezés, de bőven nem elég, és az alsó ösvény tornyát sem tudta még eddig elvinni a Mysterious Monkeys. A Splice két toronnyal tud eddig vezetni, és az 1000-es arany előnye szépen 2000-es arany előnyre fog előbb-utóbb felugrani. A visszajelzésben pedig látjuk azt, hogy ott a hírnök nagyon jól tudják pozícionálni a Splice játékosai. Ugye Dreams már alapból rossz helyzetben volt, és a fény hangjával nagyon-nagyon könnyen be lehetett fejezni. Innentől kezdve lényegében a Splice kihajtotta a Mysterious Monkeys játékosait a torony hatótávjából, és így gond nélkül el tudták vinni. Utána plusz, az még tényleg csak egy ilyen extra, mint mondjuk a csoki öntet a fagyira, hogy utána még egyszer neki tudott futni a hírnök a második toronynak is. Igazából a Mysterious Monkeys abból a szempontból, hogy megfogják Wundernek a fióráját, jó stratégiai húzást sokat mutat be. Abból a szempontból viszont ezért célpontokat veszítenek, korán sem biztos, hogy megéri. Persze ezt egyértelműen le tudják dolgozni, ezt az egyetlen egy alig életben maradt tornyot. Hát, meglátjuk. A lényeg az, hogy sikerült nem megetetni Wunder fióráját, ami jó szempont. Ezt viszont szerintem ezt a sárkányt el kell tudniuk hozni, és akkor mondom azt, hogy nagyjából legál. Igen, és közben egyébként Mikinek sikerült teljesíteni a kis küldetését, amit a tárgyából kapott, úgyhogy mostantól lesz mindig egy ilyen kis passzív pajzs a környékén. Ez most egy olyan sárkány, ami a Mysterious Monkeys kezét fogja ütni. Úgy látszik, hogy most legalább sárkányok tekintetében jobban tudják elindítani a mérkőzést, és most annyira nincsenek egyébként legalább lemarad a tornyokban. Igen, viszont a pályafeletti kontroll egyértelműen a Splice-ot preferálja, tehát ugye ledölt a felső ösvényes torony, ledölt a középső ösvényes torony, így konkrétan ki van zavarva. Lemaver a saját dzsungeléből, Koszkiút pedig non-stop tudják terrorizálni bárhonnan. Nézd csak meg az őrszemjátékot. Konkrétan Dreamsnek most arra kell elhasználni a mindenét, hogy kitakarítsa azt a dzsungelrészt. Erre mi a válasz a Splice-nak? Lemennek a lentibe, és akár kifordulhatnak a kettes toronyra is, ha úgy alakul. Nézd meg egyébként, hiába vannak ott az ellenőrző őrszemek, legalább azon a képzeletbeli határon, amit eddig magáinak gondolta Mysterious Monkeys, ez persze gond nélkül átmegy ezeken. Átmegy az egész jungle-ökön, és akkor ott járunk, hogy
Lemaber vagy megpróbál ráfordulni a Splice-ra, a Jungle-ére, vagy lemond erről a farmról, és inkább esetleg elmegy talán gyilkosságokra vadászni. Szép a kábítás, a sebzés és Koskyura, a fény hangja még elérhető. Koskyura nem véletlenül azt nézni a gyorsítását, nem akart egy meglepít Senkaxtól, hiány volt Lemaber, közben jön Miki és Trashy is alulról. Megúszta ezt most Koskyura egy kicsit. Hát ő megúszta ugyan, de egy újabb tarony esett a Splice áldozatául. Koskyúnek viszont most nincsen semmilyen idézői képessége, és Senkax pedig érkezik egyébként egy jó kis túra után. Ah, és meg is találja Yukit, aki azonnal kapja a sebzést. Yukinak ki kell jönni onnan, ez viszont fájdalmas, Senkaxnak még mindig van fényhangja. Szevasz, Yuki! Hát igen, amikor az 1v1-ben sebzés sem osztasz az ellenfeledrenek, az volt a címe. Igen, a világ közep elég fájdalmasan hatott jelenleg erre a Twitch-re. Pedig legalább próbált menekülni, és látszott egyébként Senkaxon is, hogy gondolkozik, hogy merre lehet, hiszen szép nyúzás kezdeményez, és Miki villant és nyúzott. A sebzés nem rossz, a vonzás hullám szintén jó, de nincs benne sebzés. A hősies belépő nem elég, le lehet radírozni Braumot a fényhangjával. A beragadó Jisoo pedig konkrétan ingyenes skalként hullott a Splice ölébe. Mm-hmm. És megint egy olyan helyzet, amikor a Mysterious Monkeys nem tudott elhozni egy tornyot, ellenben két újabb halál van az ő számlájukon. Ezzel 5-3 lett a gyilkosságok aránya, és most már 4000-es alany előnnyel száll harcba a Splice. Először 1000-es, aztán 2000-es, most ott járunk, hogy már 4000-nél járnak. Uralják a játékteret, őrszemek szempontjából legalábbis mindenképp, és nézd meg, mindenhol ott vannak minionjaik. Az alsó ösvény az egyelőre, amelyik jobban tud állni, mert ott egyelőre Mysterious Monkeys minionjai törnek előre. A visszajátszásban pedig látjuk azt, hogy a Mysterious Monkeys próbált volna a tornyot szerezni, de annak köszönhetően Miki a villanása után nagyon jól használta a visszahúzását, a dobozát, hiába érkezett meg Jisoo. Ez még csupán arra volt jó, hogy felbőszítse maga körül mindenkit, vele együtt egy tornyot is, és a saját halálát idézze elő. Gyönyörű volt egyébként, hogy Miki a halálos ítélettel telébe kapta Dreams-et, tehát ez egy igazi medlife-os húzás volt, mondhatni így is. Most kicsit gonosz akarnék tenni, akkor ez volt az, amit a Dreams nem volt képes az előző mérkőzésen. Miki most megmutatta neki, hogy pontosan hogy is kell ezt csinálni. Ami most komoly gondot jelent a Mysterious Monkeys csapatának, az kérlek szépen Senkaxnak a 4-0-ás Aurelion szólja, akiben van már bőven sebzés, és láthattuk, hogy mit művel. Ezzel szemben Lemaber Kazikszánál vannak gyilkosságok, akiben van sebzés, oké, kihasználni már kérdésesebb, hogy mennyire tudja. Igen, mennyivel jobb lenne mondjuk a gyilkosság, ha a lövésznél lenne, vagy akár a Gálionnál a felső, és milyen lenne rajta egy kis plusz tankosság. Lemaber megszerezte. Az a kék gólem erősítés őt erősíti mostantól kezdve. Legalább neki eddig jól alakul a mérkőzés. Most megmutatja azt, hogy a Kazikszok tudnak gyilkosságokat elhozni, viszont ugye érdekes az, hogy a másik oldalon Senkaxnál van 4 gyilkosság, és egy támogatás, mi azt jelenti, hogy az összes gyilkosságnál ott volt. Hú. Kapja a sebzést Wunder a toronytól rendesen. Hát toronnyal könnyebb egy kicsit. Hát ugye egyszerűbb, igen. De mondjuk van az a Fiora, aki toronnyal együtt sem öltök meg hárman. Hát csak ez még nem az a Fiora, 0-2-vel egy kicsit nehezebb elindítani. Viszont azért szépen próbál ő is haladni nála. Ugye ott van már egy hídre, ott van nála egy ragyogás, ami egy kis plusz sebzést tud neki egyelőre okozni. És folyamatosan próbálja minél jobb helyzetbe hozni magát. Farmon nagyon jól el tudod húzni ösvény ellenfele ellen, és ha megnézzük ugye a többi játékos farmját, akkor sincs egyébként olyan rossz helyzetben. Hárman vannak jelenleg előtte, de mondhatjuk azt, hogy bőven versenyben van még úgyis, hogy 0-2. Még ha megnézzük a másik oldalt, ott van egy 0-2-es Braum, aki azért kicsit kevésbé tud működni jelenleg a játékban. Jisoo megkapja az égetést, villani is kell a fényhangja! Szevasz, babám! Senkax, ott a sebzésed. Hát igen. Jisoo-nak pedig még nincs meg az a tankossága, amire szüksége lett volna. Páncélja van. Páncélja az van, de hát mit csinálsz a fényhangjával, mikor az a varázslattal rommán sebezték, és átjutott a külvilágra. Összetért páncél. Hiába villant, hiába próbált menekülni. Ez egy olyan képesség, ami elől nehéz, ha csak nem egy Kha'Zix vagy, aki odébb ugrik. Viszont érdemes egyébként még azt is megnézni, hogy ezzel együtt 5-0-1-es lett az az Aurelion, szóval ami a hadgyilkosság nem mindig nagyon jó, a kezdeményezés legalább hasonlóan. Wunder, szevasz. Konkrétan Wunder a boxzsákja most a Mysterious Monkeysnek. Minden dühöt, ami felgyűlölt bennük a Splice-szal szemben, azt Wunderen vezetnek le. Remekül átjátszák a Fiora játékot, csak az a gond, hogy a Splice többi játékosára nincsen válasza senkinek konkrétan.
Hoppá, szép pillanás, szép a Gletscher szakadék, aztán kifarasztás, Kobin, Kobin akarja leradírozni, megjön a hősi belépővel, Kobi, szevasz, szép volt, végül nem tudták a felbőszítés miatt kihasználni a lámpást, azonnal baronnal sorra fordul, a Mysterious Monkeys csapat, a Thrashy a közelben van, nincs Wunder, de Wundernek van teleportja, Mikit lehetne eltüntetni, aki villanással remekül beíteli be az ellenfél csapatát, aztán Tobozzal talán még ki is jöhet onnan, Thrashy bemegy, a vonzás hullám szétszedi Mikit. Thrashy végül épp időben lépett vissza ahhoz, hogy ebben ne halljon bele. Teleport Wundertől, kettős ember hátrány, ne felejtsük el, megjön Wunder, nézzük, hogy sikerül szétszedni az ellenfelet. Senkax ott van, a fényhangja még elérhető lesz lassanként, de addigra Wunder még nagyon kevésen múlt, hogy a Kha'Zix tüskéjét túlélte. Splice egy kicsit elpozícionálta magát, ezt nagyon csúnyán meg lehetett volna büntetni, de megállították a baronnasort, és ez nagyon fontos. Igen, és hiába egyelő gyilkosságok aránya. A visszaegyszerzésben látjuk azt, hogy jól indul a kezdeményezés, a villanás után a Gletscher szakadék jól tud érkezni az alsó ösvény párosára. Hiába jön ki válaszként a doboz itt, Kobit még ugye el lehetett kapni, aki legalább támogatóját megmentette. Kicsit fura ez egyébként, hogy pont fordítva történik. Ja. Viszont azok után, hogy meglátta a Mysterious Monkeys Miki, hogy gyilkosság, menjünk el rá. Jó volt, hogy végül is egy csomó mindent beáldoztak a támogatóra, gyilkosság lett belőle, de mégiscsak arról beszélünk, hogy egy olyan végső képesség lett egy emberre elpocsékolva, aki egy támogató. És nem volt utána a csapatharcba vonzás hullám. Csapatharc utána nem volt ott, és abban lehet, hogy rögtön ki tudták volna szedni Wundert, akinek ugye sikerült túlélni a csapatharcot, viszont ugye nincs egyelőre villanása, ami szintúgy elmondható egyébként Kobiról, illetve Mikiről is. De mégis arról beszélünk, hogy egyetlen hiba van egyelőre, miközben a Mysterious Monkeys-t négyebb kergeti le a pályáról egyelőre a Splice. Ezt a sutyalák teteme elegánsan akadályozta meg, hiszen ugye annak a gyorsításnak köszönhetően Jisoo kap egy jó adag sebzést, próbál is menekülni, a varázs ellenállása még mindig nem elég, hiszen nem is létezik. Szevasz! Ajajajajajajajajaj. Jisoo konkrétan most megéli a Wundernek az áriáját, pontosan ugyanezt élte át az előzőkben Wunder is. Igen, Senkaxnak a távolsága, amennyire messziről hatékonyan tud működni. Ez pont Galio-nak a határain kívül van. Hiába próbálkozna akár egy felbőszítéssel, bőven nincs elég közel hozzá Senkax. Maximum egy villanással tudna egyébként rávetődni, viszont még így is hatalmas sebzés van Senkaxban. Az, hogy a világ közepén belülre tudnak kerülni, az még jó lenne, viszont Uzaki Nóninak szeretnénk megköszönni a 18. havi feliratkozását. Király vagy, köszönjük szépen! Visszatérve pedig a mérkőzéshez. Szerinted Splice vagy Mysterious Monkeys? Hát biztos, hogy a Mysterious Monkeys fog nyerni, mert hát eddig nagyon jó pozíció. Ja? Várjál? Ja? Ez majd egy másik mérkőzés lesz, viszont a visszajátszásban látjuk, hogy Senkax Zimi jól tud érkezni. Jisoo, aki próbál menekülni, próbál valahogy elfutni előre a felbőszítéssel, még érkezne egyébként a válasz. Csak nem éppen erre a Senkaxra, és nem ebből a távolságból. Olyan távolságból, ahonnan viszont a fényhangja még könnyedén el tudja pusztítani. Valóban, éppen megvárt a Jisoo-nak a táncolását. Mm-hmm. Nézd meg azt a sebzést. Most mondja valaki nekem azt, hogy nem Senkax osztja ki a sebzést a Splice csapatában. És most mondhatjuk azt, hogy oké, Senkax, de ha ez a mérkőzés még húzódik 20 percig, akkor az egész meccs átalakul, és nézhetjük a Yuki versus Kobi show-t konkrétan, mert ugye akkor a lövészek pozíciója lesz a legfontosabb, illetve Kostyúnak a sebzése. Még mindig azt merem mondani, hogy talán csapatharcban nagyobb lehetőségek vannak a Mysterious Monkeys csapatánál, csak addig el kell húzni a meccset, mert most Senkax konkrétan oda megy, ahova akar. Mint a Mundo. Igen, és az a koncepció, ami ugye Gletscher szakadékból, a hősies belépőből, illetve a vonzás hullámból áll, ez egy jó dolog, főleg, hogyha a Yuki jó távolságban tud közben maradni. Viszont ez egy olyan helyzetet kell létrehozni, mint akár az előző mérkőzés, vagy előző csapatharcszerűség. Ott jó volt, kicsit késői volt ugyan a hősies belépő, de legalább láthattuk, hogy mire élik ebben a kompozícióban. Egyelőre kevés a lehetőség. Hiába jó elméletileg, hogyha gyakorlatilag eddig igazából csak egyszer láttuk megvalósulni ezt az elképzelést. Most már ledőhetne ez a középső ösvényes torony, régóta próbálják ostromolni, viszont ha találnak a hanghullámok a lövészen, akkor erre nincs egyszerű dolgod.
Senkax nyugodtan érkezhetne oldalról, de ne felejtsük el, hogy azért nem tank, nem talál közben a csomag. Villanás, tehát hogy szinkron villanás, mikinek szép a nyúzása, nem talál a hangfolyam Koszkjún, hősies belépő, aztán a húzás talál Koszkjún, aki a pálya közepén találja magát. Hiába a vonzás hullám, két embert raziroznak le a pályáról, mind Dreamset, mind Koszkjút. Jisoo-nak is vége, Yuki-nak is vége, Lemaver pedig teljes életerővel hagyja ott a csapatharcot, ezzel szemben csak is Thresh-it vesztett el a Splice. Senkax még találkozik Lemaverrel, két elég erős sebző karakterre beszélgetünk, a fény hangja eldobja őt egyenesen Kobi arcába, ez kérlek szépen Zimi, majdnem egy kristálytiszta ász, és lehet, hogy ezzel Splice 2-0. Hát igen, kicsit furán repült egyébként Senkax, kicsit ilyen oldalazva, mint hogy kicsit becsicsented volna a repülés ilyen közé kérés előtt. Meglökte a fény ereje, na, hát figyelj, most. Ilyen ez a dolog, viszont ugye jelenleg még csak egy Braum tért vissza, az első torony gond nélkül meg lesz. Ez a meccs. Ajaj. Braumot letörlik, akkor ez tényleg a meccset fogja eredményezni. Dreams konkrétan a pályáról is leszedve. Jön Yuki, talán ő még megmentheti a csapatot. Itt van Jisoo, itt van közben Koszkjú is. Yuki nagy sebzés kap, lehet megmenteni. Jisoo villan, nagy sebzés kijön. Wunder és Kobi és Senkax él. Miki is életben van. Kobi leszedi a pályáról Yukit. Kobit viszont nem lehet elpusztítani egyelőre. Még mindig él. A sebzés nem rossz. A halálos ítélet talál. Koszkjú még él, viszont ezzel szemben meghalt mindenki. Lemaver próbálja tartani a meccset, de jön Wunder. Nagy a káosz itt, de Koszkjú és Lemaver párosa nem lesz elég, hogy az alig életben lévő Nexus megvédjék, ha Wunder arra fókuszál, viszont ők inkább Koszkjút akarják leszedni. A Nexus simán lehetne törölni, most már le is kéne. Megvan. A Splice 2-0-ra szét tudja szedni a Mysterious Monkeys csapatát, és szerintem ez nem a életük legnehezebb mérkőzése volt. Ez nem kifejezés, nem a legnehezebb mérkőzés volt. Az első meccsen láthattuk azt, hogy milyen egy olyan csapatkompozíció, ami nem tud működni. Elméletben talán tud működni, gyakorlatban semmiképp. Míg a második mérkőzésen láttuk azt, hogy van egy elméletileg jól működő, egy tényleg jól működő kompozíció, amit meg nem tudnak jól kihasználni. Nem volt valahogy meg az a pozíció, nem volt meg a helyzet, vagy csak a Splice-nak volt jó erre a válasza. De Splice mindkét mérkőzésen megmutatta nekünk, hogy ha kell, be tudnak ám durvulni, és letörik a föld felszínéről ezeket a majmokat. Elkapta a kígyó a majmot. Elbizony, és a majom csúfos vereséget szenvedett ebben a csatában. A Splice csapata egész jól teljesít idén, úgy gondolom, ezzel 2-1-ben vannak. Ugye konkrétan harmadikra emelkedtek a csoportjukban, míg a Mysterious Monkeys, hát nem a legmagabiztosabb teljesítményt nyújtják eddig. Úgy tűnik, hogy egyelőre nem tudták felvenni a lendületet az LCS-szel, viszont egyelőre semmiképpen sem szabad őket leírnunk. Érdekes összecsapás volt, de valahogy a Mysterious Monkeys elvesztette az irányítást, a kontrollt, talán inkább a saját kompozíciójuk felett, mint a mérkőzés felett. Ez nem kifejezés egyébként. Az első mérkőzésen Jisoo-nak a játéka ez az öngyilkos merénylő volt, aki nem visz magával senkit. Míg a második mérkőzésen a Galio jó lett volna, ha az ösvény fázisban nem szorongatja meg ennyire egyébként ellenfele. Illetve utána a hősies belépők sem mindig voltak egyébként a topon. Arra jó volt, hogy megérkezzen ő maga, gyorsabban, mint egy teleport. Viszont volt, hogy nem dobott fel senkit, vagy ha feldobott valakit, akkor az igazából egy olyan célpont volt, akinél az nem jelentett problémát, hogy fel van dobva. Nem egy lövész volt, nem egy középsősmélyes, nem egy papírabb tank. Ez ilyen. Ilyen volt sajnos egyelőre. A következő mérkőzésünk viszont már valószínűleg egy jóval komolyabb összecsapás lesz. Nem más fog egymás ellen játszani, mint a Unicorns of Love, és az... H2K. Bizony. Ugye a tavaszi szezonban a B csoportban az első és a második helyezett. Nagyon érdekes lesz, hogy idén ugye nyári szezonban mit fognak játszani egymás ellen ezek a csapatok. Te mit gondolsz? Hogy alakulhat? Nem akarom megjósolni, hogy ki lesz a győztes, vagy ki lesz a vesztes. Vesztes, igen. Szóval, hogy én azt várom egyébként, hogy 2-1 lesz. Az egy olyan jó mérkőzést jelent szerintem mind a nézőknek, mind nekünk, mind igazából maguknak a csapatoknak, hiszen két olyan csapatról beszélünk, akik eddig nagyon jól tudják vezetni a csoportjukat. Mindketten két győzelemmel és nulla vereséggel szerepeltek eddig. Ami, ha megnézzük, hogy az előző szezonban mennyire jól tudott teljesíteni a Unicorns of Love, meg ugye az H2K is, akkor azt mondhatjuk, hogy tényleg izgalmaknak hát kevésbé hiány. Hát nem lesz hiánya az izgalmaknak a mérkőzéseken, és szerintem ezt igazán mindenki nagyon várja. Én, amit nagyon várok, az már a Csacsi Odoamné felső ösvényt. Azt mindig olyan élvezettel nézem, a két szerintem leg
talán két legerősebb felsősvényes Európában nagyon-nagyon komoly összecsapások lehetnek, és nagyon magabiztosan teljesítenek mind a ketten idén. Illetve, hogyha esetleg én annak örülnék, hogyha nem feltétlenül ilyen Gáliót játszanának, hanem egy kicsit inkább a saját hősbázisokban játszanának egy-két karakterrel. Nagyon-nagyon szeretném látni. De ezt majd meglátjuk a következő meccsen, viszont azt tuti, hogy hatalmas összecsapás lesz, és semmiféleképpen se. Sem. Menjetek sehová, mi viszont elmegyünk akkor egy gyors szünetre, nem sokára jövünk vissza a Unicorns of Love mérkőzésével. Addig is, sziasztok! Sziasztok! It's pretty nice to finally have an opening to actually play.